Harry Potter tábor, rejtélyek tábora csak néhány a sok közül. Ezernyi kaland vár a diákságra idén-nyáron. A táborfigyelő összehasonlító portál szerint a következő hetekben több mint 225 ezer gyerek legalább egy hetet tölt táborban. Közel 1000 turnus közül tudnak választani a szülők és gyermekeik. A kínálat nagyon széles, a legnépszerűbbek a kaland vagy sporttáborok, angoltáborok, illetve a kézműves, lovas vagy katonai táborok. De egyre több meghökkentő, különleges tematika is elérhető. Konkrétan Fejér megyében is az országos átlagot nagyjából hozzák a foglalások tekintetében a gyermekek és szüleik. Itt nagyon érdekes tábortémák vannak, van például angol főző és rajztábor egyben, szóval ezt a két-három témát egybe próbálják elgondolni, de van csillagásztábor Fejér megyében, ahogy ökotábor vagy éppen Kiszeni tábor is, nem beszélve a Belencei tó partján rendezett tanévzáró játékos önismereti táborról, vagy éppen festőszobrász táborról. A szülőknek azonban idén jól bele kell nyúlniuk a zsebükbe, hiszen a mostani szezonban az árak 10-12%-kal nőttek, a határ pedig a csillagos ég. Egy átlagos napközis tábor egy hétre 38.500 forintba kerül idén, míg az ottalvos táborok esetében 60.000 forint ez a díjtétel. Viszont azt tudnia kell a kedves tévénézőknek, hogy nagyon-nagyon széles az árolló a táborok piacán. Van nálunk olyan ottalvos tábor, a táborfigyelőn, akivel több mint 10 éve dolgozunk együtt, imádják a gyerekek, és 28.000 forintba kerül, de van olyan táborunk is, ami egy hétre 330.000 forintos díjjal kalkulál. Olcsóbb megoldást jelenthetnek a fehérvári gyerkőcöknek a bregyóközi napközis és a teljesen újjáépített gyermek és ifjúsági tábor Velencén. Idén is megújult tartalommal, rengeteg értékes és színes programmal várják az általános iskolásokat. A bregyóban június 27-e és augusztus 12-e között 7 turnusban, hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között várják a gyerekeket. Velencén pedig 4 héten keresztül szórakozhatnak a táborozók július 3-ától július 29-ig. A legkülönbözőbb tematikájú ottalvos táborban 25.000 forintos áron. A bregyó napközis tábor, illetve napközis táborban hetes turnus fog megvalósulni, amiben a jelentkezések aránya azt hiszem, hogy abszolút elitettséget mutat, tehát ott tulajdonképpen valójában nincsen üres hely, ellenben a Velence tábor, ahol 4 turnust hirdettünk, hát oda még bőven akad hely. A szakemberek azt tanácsolják a szülőknek, hogy ne csak ár, hanem árérték alapján választanak, hiszen attól lesz értékes a vakáció, ha a gyermek minél több programban vesz részt, és minél több élménnyel gazdagodik a szünidőben.